Nagyon fontos lépés volt mind a MOL és mind a Komárom számára, és én, mint komáromi születésű ember, nagyon örültem, amikor a MOL megkeresett, hogy egy ilyen új központot szeretnének nyitni. Én a régebben is beszerzésben dolgoztam, így tapasztalatom volt beszerzés terén, illetve volt csolódásom a Komárom városához. Itt Komáromban alakítottunk ki egy irodát, ahol teljes munkavállalók, illetve hallgatók fognak együtt dolgozni, kiegészítve így egymás munkáját, szakmai vezetés alatt olyan embereket próbáltunk összehozni az alapcsapatba, akik mind beszerzési tapasztalattal rendelkeznek, multi környezetből jönnek, de a hallgatók felé is nyitottak, hogy mentorként funkcionáljanak a következő pár évben. Reméljük, hogy ez nagyon sikeres projekt lesz, és az egyetemről egyre több hallgatót köszönhetünk majd az irodában, és hát felismerik a hallgatók is, hogy ez egy kihagyhatatlan alkalom, és évek múlva tényleg úgy fognak özönleni ide, és csak azért választják az egyetemet, mert van ilyen nagyon szuper lehetőség, hogy már az egyetemista éveik alatt ilyen gyakorlati tudást is, és olyan különleges jelentkezőké válhatnak, akik elvégzik friss diplomásként, már több év tapasztalatot tudnak beírni az életrajzukba, és nem csak diákmunkaként, hanem szakmai tapasztalat egy olyan munkakörben eltöltött évek alatt, hogy tényleg, ha nem a MOL-nál helyezkednek el, de már a régióban maradnak, már az is egy nagy előny lesz, versenyelőny lesz Komárom régió számára.